Start! Start, elindult a 2021-es kancadíj itt a Kincsen Parkban, és hibával kezd Borutka Ajna Tiborral, ott volt az autó mögött, de pár lépés megtételt követően elugorja magát, úgyhogy már megvan az óriási meglepetés, a derbi nyerő Borutka, csak most sikerül parírozni, hát könnyen lehet, hogy ez a versenyének a végét jelenti. Nem ugrott viszont Bold Lady jánkosságájáról, és egészen jó tempóban megy el vezetni, 3-4-5 hosszal vezetett egészen a kanyar kiáratáig, akkor azonban eldobja magát, úgyhogy ő is kiszáll a versenyből, bűbályos az, aki megörül magának a vezető pozíciót. Tehát meglehetősen zavaros a verseny eleje. Két galoppozó lovunk is van, az egyik a favorit volt. Bűbá is mögött 2-3 osza, Faria BD következik, aztán Beryl Lady, aki tulajdonképpen így első számú esélyessé nőtte ki magát. Ott van a harmadik helyen, Balerina Air követi őket, aztán pedig zárkózóban Borutka. Nézem egyelőre a kísérő kocsit, hát ott még sem hármas, sem pedig hetes nem látunk, úgyhogy lehet, hogy még Borutka versenyben van, vagy legalábbis most még nem diszkvalifikálták. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy csatában lehet a helyezésekért. Az élen viszont még mindig bűbályos. Bűbályos, tehát vezet még hozzá egészen jó tempóban, mögötte Beryl Lady, majd pedig Borutka. Borutka folyamatosan megy kívül, nem tehet más, aki pedig újra hibázott, az Bold Lady, tehát ő bár nem volt kiírva, ő sem volt kiírva, azért vélhetően ez a hibája már végzetes lesz. Az élen továbbra is ott van bűbályos. Bűbályos mögött pedig ismét egy hibázoló, Beryl Lady is kiszáll a versenyből, és egy kicsit megnehezíti ezzel Borutka dolgát, ott az ő hóna alatt pedig el tud ugetni Faria BD, legalábbis belső spúron tud maradni, igaz, hogy nem tudta megelőzni Borutkát. Az élen nincsen változás, akkor amikor érkeznek az utolsó kanyarra, meglehetős előnye van bűbályosnak, is egy olyan jó 3 hosszal vezet az ismét támadó Borutkával szemben. Elképesztően felborult versenyt hoz az idei kancadi, rengeteg galoppozó lóval, aki vezet, az bűbályos, támadja az a Borutka, aki a startnál hibázott. Borutka felmegy bűbályos mellé, nagyon-nagyon jó esélye van arra, hogy meg is fogja majd verni esetleg a befutóban, bár bűbályos szívósan védekezik. Faria BD-t látom mögöttük a harmadik pozícióban, aztán talán Be My Dream, aki egyáltalán még nem hibázott. Bűbályos azért védekezik, Borutka próbál rátenni még egy lapáttal, de bűbályos nem nagyon adja meg magát, sőt, jön vissza a falon Nagy Ferenc 2-vel, Borutka végét pedig már nem bírja. Bűbályos Nagy Ferenc 2-vel megnyeri a 2021-es kancadíjat. Borutka, Faria BD, aztán Be My Dream és Balerina R. Ez lett tehát a nem hivatalos befutási sorrend. Bűbályos és Nagy Ferenc 2 a győztes. Start! Start, elindult az idei, a 2021-es 5 évesek nagydíja és egyben ugye nemzeti ügető liga futam. Mini mezőny, ennek ellenére a tempó az első pár méteren, nem mondható azért különösebben lassúnak, meglátjuk majd milyen lesz a folytatás. Atomanti M megy el vezetni, Mitya Slavics kezében, Adrian Asti helyezkedik mögé, várható volt, és valószínűleg a következő jó néhány métert azért libasorban fogja megtenni a mezőny. Adrian Asti mögött acélos fiú jelenleg, a harmadik alfobia, a negyedik aviától pedig az ötödik. Tehát ahogy tulajdonképpen a startszámok adták, annak megfelelő sorrendben érkezik a mezőny az első egyenesre. Atomantiem, Adrián Ásti, acélos fiú, alfaboly, aviátor, mintha csak a startlistát sorolnánk. Atomantiem előnye pedig kocogósra váltott tempó mellett sem nagyon csökken, ez nagyjából 2-20-ra tehető. Nagyon-nagyon sok van még hátra a futamból, 2 kör, Atomantiem pedig vezet a mezőnynek. Mitya Slavics bizonnyal ezzel a taktikával lépett pályára, tehát megszerezni a vezető pozíciót, diktálni a tempót, hát eztnek most eleget tud tenni. Lovával, előnye egy 2 hosszra tehető, Adriana Astival szemben, aztán acélos fiú, alfaboly, illetőleg aviátor, ez a sorrend, és valóban vélhetően ez egy hamar nem fog változni, hiszen mindenki azt a helyet szerezte meg, ami kellett neki, hiszen ha nem így lenne, akkor bizonnyal igyekezett volna mi hamarabb változtatni rajta, de hát ez a verseny, ez idáig maga a nyugalom szobra, azaz nincsen semmi változás, továbbra is élen jár Atomanti M idei harmadik versenyében, mögötte pedig ott van Adrián Asti, aki ötödjére lépett hippodromba 2021-be. Érkeznek az újabb kanyarhoz, és gyakorlatilag ebben a félkörben semmi változás nem volt, talán annyi, hogy egy kicsit tömörödött a mezőny. Ja, sok van még hátra, olyan jó 1500-1600 méter az idei 5 évesek nagydíjából, valóban csordogál egy kicsit a verseny, hát erre azért lehetett számítani. Atomanti emelőnye folyamatosan 1 és másfél hossz között ingadozik Adrián Astival szemben,
Természetesen mindenki próbálja várása megoldani majd ezt a feladatot. Acélos fiú, továbbra is a harmadik, Juhász Balázsa, Alfa Boy, ugye Adrián Ásti nagy ellenfele, a negyedik, és ő lesz az első, aki elindul, Lakatos Csaba. Bő egy körrel a vége előtt, akkor azt mondja, hogy induljunk el, és ezzel elindul maga a verseny is gyakorlatilag. Fokozza a tempót, nyilvánvalóan ezt azért Atomanti M is meg fogja tenni. A három favorit a tavalyi derbi első három helyezettje hozza az utolsó 1100 méterre a mezőnyt. Méghozzá Atomanti M, a tavalyi nyerő, a kék szalag nyerője vezet, mellette ott van az akkor favoritnak titulált Alfa Boy, harmadik pozícióban pedig Adriana Ástit láthatjuk, a két sansztalanabbnak ítélt ló, Acélos fiú, illetőleg Aviátor követik őket, akkor amikor érkeznek az istálló egyenesre, és nincsen semmi változás, bár érezhető az, hogy Alfa Boy-jal igyekeznek presszionálni a vezető lovat, és nem csak presszionálják, hanem gyakorlatilag elsétál Adriana Ásti mellett Alfa Boy, de hát ott van ám Adriana Ásti is, aki szintén kívülről fölvette a támadási pozíciót, és most ő kezdi el nyomasztani Alfa Boy-t. A három nagy szansz, tehát nagy csatát fog vívni vélhetően az elsőség kérdéséért, kérdésében Alfa Boy vezet, ő hozza a kis mezőnyt a befutó egyenesre, hát ott van Adriana Ásti. Ott van Adrián Ásti, Alfa Boy-jal csatázhat majd a győzelemért, Atomanti M kezd fáradni, de azért úgy tűnik, hogy a harmadik helye nem forog különösebben veszélyben, hiszen bő 15 méterre van tőle a célos fiú. A falon Alfa Boy elsőként fordul a finisse mellett, azonban Adrián Ásti legalább annyira erősnek tűnik. Fejfej mellett jön a két favorit az utolsó 200-ra. Alfa Boy előnye nagyjából félhoz, most már mind a két lovat bíztatni kell, elkeseredett küzdelem. Alfa Boy és Adrián Ásti között, Alfa Boy tudja tartani az előnyét, és teljesen kívülről Adrián Ásti az utolsó métereken, a célos fiú talán még a dobogóra is fel tud érni, és Alfa Boy Lakatos Csabával megnyeri az 5 évesek nagydíját. Alfa Boy Adrián Ásti. Atomanti M talán a harmadik, bár a végén nagyon elindult acélos fiú, de azt hiszem, hogy nem éri utol. Start. Start elindult az idei 3 évesek nagydíja, a Nemzeti Ügetőliga futam. Charlie Zöldnek volt hibája még bőven a start előtt, de hát ez hiába van talpon, elég volt ahhoz, hogy egy jó 25-30 méteres hátránya legyen a többiekkel szemben. Csak a szél viszont ezután nem tette meg azt a szívességet a többieknek, hogy gyengén kezdjen. Nagyon hamar talpon van, nagyon hamar az élen van a top favorit. Az első kanyarra jó két hosszas előnnyel fordul Fazekas Imrével. A falon Cseh Kommandante, a második Csacsa jól kezdett. Ebben a mezőnyben azért nem tud elmenni vezetni, de azért ott van Cseh Kommandante mellett, a második, harmadik helyen osztoznak ők ketten. A folytatásban Casino Royale, jön mellette Csendike, jön mögöttük Csillagfényer, és hát próbálja eldolgozni Charlie Zöld a hátrányát. Ez a helyek közel sikerül is neki, kérdés, hogy majd marad még ereje a végére, de hát azért mindig van párhosszas hátránya a többiekkel szemben. Akkor, amikor bő egy kör van még hátra az idei 3 évesek nagydíjából, a favorit Csakaszél egyelőre nagyon-nagyon magabiztos, jó két hosszal előzi a többieket. És szemmel láthatólag jó tempót diktál Fazekas Imrével az élen, akkor amikor érkeznek a második kanyara, mögötte ott van Cseh Kommandante, kívülről Csacsa próbálkozik, illetőleg bent a falon ott láthatjuk Casino Royalt versenyezni, nincsen tehát semmi változás, majd jön Csendike, Csillagfényer a mezőny végén, pedig Charles volt, aki azért tegyük hozzá, hogy nagyon sok teret ledolgozott, jóvá tett, és persze ettől neki nagyon nehéz a versenye, de így szemre, ránézésre akár még az élbolyban is végezhet. Csak a szél vezet, csak a szél, akkor, amikor az istálló egyenesbe vannak, egy picikét talán, mint hogyha gyorsítana is az iramon, az ő hátán pedig ott van Cseh Kommandante, Csacsa pedig elfáradni látszik, Csillagfény R viszont kívülről megindulhat, és úgy látszik, hogy ott egy nagyon jó egyenes tud majd lemenni, maga mögét hagyni. Csak a szél viszont nagyon-nagyon meggyőző, csak a szél mögött Cseh Kommandante, aztán Casino Royale. Jön az utolsó 400 méter, csak a szél egyelőre játszik a mezőnye, két osszal követ is, őt talán már ez most már három is, Cseh Kommandante elindul a falról kijöve, Casino Royale, Csacsa kezd fáradni, Csillagfény R próbál hajrázni a háttérből. Amikor a finish az utolsó 200-ra fordul a mezőny, csak a szél előnye nem fogy, Casino Royale talán valamiféle ellenállást tanúsít, majd próbálja megközelíteni csak a szélt, feljön a második helyre, Cseh Kommandante a harmadik, az utolsó 50 méteren csak a szél előnye tovább, és igencsak megnyugtató. Csak a szél folytatja menetelését, behúzza a 3 évesek nagydíját Fazekas Imrével. Casino Royale remek felsejt fut, ő lesz a második, Cseh Kommandante a harmadik, negyedik Csillagfényer, ötödik Csacsa, hatodik Charlie Zöld, a sor végén Csendike.
És elindult a Lomnici Béla emlékverseny, eretlen Csikó futam, 1400 méteres, relatíve hosszú távon. Frangipáni kezdett gyengén, Minecraft is ezért meglehetősen lassan kap lábra, Tulsa viszont nagyon hamar ott van a frontban, az újoncok közül, tehát Suták Csengével ő kezdett a legjobban, Tulsa mögött ott látom Szemperi, ott kívül pedig Maxim Színé vannak ott a frontban, Wind Princess, Delikát, Dorka STS és Trigger, ők alkotják tulajdonképpen az élmezőnyt, hárman pedig azért jócskán most már leszakadni látszanak, Stolen Dreamről van szó, Minecraft sem lesz ott elsőre a főszereplők között, és Frangipán is nagyon-nagyon messze. Tulsa és Maxim Fejfejt jönnek az utolsó 800 méterre, bent a falon Szempelior remekül tartja magát nagyjából egy-két hosszal, ott a harmadik pozícióban a vezető lovak mögött, aztán érkezik a versenyben már futott és jól futó Delikátő a közeli negyedik, egy picit ők négyen megléptek az üldözőktől, Dorka STS lovagolni kell, Wind Princess Triggeren is nagyon-nagyon dolgozik már Alberto Sanna. A falon még mindig Tulsa az élen vezet, de folyamatosan támadja Maxim. Tulsa, Maxim, Szempelior pedig kijött a falról, és nagyon ígéretesnek tűnik, amit látunk tőle. Trigger is megérkezik ott belül a barrier mellett, és Dorka STS is beköszönhet az utolsó 200 méteren. Vezet egyelőre Szempelior, nagyon jól futnak egyelőre az újonc lovak, ők lesznek ott a döntőben a dobogón. Szempelior, Dorka STS és Trigger az első három. Szempelior vezet, támadja a tréningtárs Dorka STS, de Szempelior Mocsinka Viviennel megnyeri a Lomnici Béla emlékversenyen. Szempelior, Dorka STS és Trigger. Minecraft pedig a világ végéről feljön nagyon közeli negyediknek. Úgyhogy mindenki a gépben. És start elindult tehát a baltazi fivérek emlékversenye, handicap elég vegyesen indul a mezőny, hiszen 150-200 méter eltételével már egy jó 15 hossz van az első és az utolsó között. Az élen X-Men, valamint Sugarbird párosa, jól kezdett Maxon Hill, ott van mellette bent a falon a favorizált Ice Venom, aztán a folytatásban Torment, a Pulpit, a másik szürke Sir Sheldon, az és szélső első Gelge pedig már most le van szakadva jó 5-6 hosszal, legalábbis az utolsó előttitől is Sir Sheldontól. Ami az élt illeti, változatlanul X-Men bent a falon, mellette pedig Sugarbird folyamatosan presszionálja. Ájszvenon nagyon szépen tartja magát mögöttük a közeli harmadik helyen, majd érkezik Torment, a Pulpit és Maxon Hill kettőse. Sir Sheldon is abszolút versenyben van, úgyhogy tulajdonképpen a 7-ből 6-an ott azért nagyjából egy csomóban kiszakadva változatlanul Gelge. Amikor a kanyar végéhez ér a mezőny, az azt jelenti, hogy nagyjából 5-600 méterünk van hátra, akkor X-Mennek van még mindig egy félhosszas előnye Sugarbirddel szemben, utóbbit már azért viszonylag erősebben kell lovagolni. Ájszvenon jön mögöttük, Torment, a Pulpit egészen kijön, pedig Sir Sheldon lendül támadásba, Maxon Hill megy egy kicsit visszafelé, X-Men még mindig az élen, sőt, növelni tudta az előnyét, bár kívül jön Sir Sheldon, óriási lendülettel Ice Venom keresi az útját, Torment, a Pulpit és jól fut, és a Sugarbird sem adta fel, folyamatosan támad, nagyon izgalmas, öten szinte teljesen együtt Sugarbird az utolsó métereken, X-Men kezd fáradni, Ice Venom is megindul, Sugarbird kívül Sir Sheldon, Sugarbird, Ice Venom, Sir Sheldon, Sugarbird! Meggyeri a futamot. Jön mögötte Ice Venom, jön mögötte Sir Sheldon, közel volt Torment, a Pulpit és X-Men. És elindult a másodosztályú handicapünk, tehát 2400 méter derbi távot kell megtenni a mezőnynek, van két derbiló is, Teddy Bear, illetőleg igazgató, akik ott már képviselték magukat, de nem ők kezdtek a leggyorsabban, hanem a régen látott Oxford Thespian. Oxford Thespian vezetni tud, mögötte ott van Teddy Bear, illetőleg kívülről Aurora Borealis tűnik föl, majd Scatman, és kiszakadva, kisebb meglepetésre, igazgató vendéglovasával Jan Werner, el, akkor, amikor érkeznek a kanyarba. Oxford Thespian továbbra is diktálja a tempót, most talán beáll utazó sebességre, tömörödni is tud a csapat, mögötte ott van Teddy Bear, majd pedig Aurora Borealis, gyakorlatilag libasorba rendeződik a mezőny, Scatman, és nagyon sok teret jóvá tudott tenni, igazgató is. Vélhető ez az annak is köszönhető, hogy nagyon-nagyon lelassított a vezető ló élen, tehát Oxford Thespian, Oxford Thespiantól nagyjából egy olyan 5/4 hosszra láthatjuk Teddy Bear-t, aki szintén ott volt a derbibe, az a futása neki nem sikerült különösebben jól, majd pedig jön Soltész András, idomítotja Aurora Borealis. Ez a vezető trió egy kicsit meghúzott az elmúlt métereken, úgyhogy távolabbról követi őket Scatman,
és igazgató hátránya is most már azért jelentősebbnek tűnik mindenképpen. Újított a vezető Oxford Tespian, tehát gyorsabbra váltott, de hát ezt le tudták a többiek is követni. Gyakorlatilag a start óta sorrendbeli változás nem igen történt. Második pozícióban továbbra is Teddy Bear, bent a hóna alatt pedig ott láthatjuk Aurora Borealist, jön fölfele Scatman is, illetőleg igazgató is megjelenik. Jön most már a verseny utolsó harmada, igazgató tovább és a sor végén, de azért nem mondható olyan nagyon komolynak a hátránya, azért 3-4 hossz egészen biztosan van, amikor az utolsó 5-600-ra fordul a mezőny. A nagyon régen látott, idén még nem startoló Oxford Tespian hozza ezt a mini mezőnyt a befutóra, a nyakán azonban ott vannak a többiek, a legközelebb kívülről Teddy Bear, a falon Aurora Borealis, Scatman is támadásba rendül, és talán most már igazgató is megérkezik a frontba, úgyhogy mind az öten tulajdonképpen most már egy-két hosszon belül egymáshoz képest. Aurora Borealis támad, remek beállításából megpróbál kibújni ott Oxford Tespian és Teddy Bear között, és most már abszolút versenyben van igazgató is. Jön középen a favorit igazgató, Aurora Borealis védekezik, Teddy Bear ott lesz majd a harmadik helyen, igazgató pedig az utolsó 50 méteren most már fölényben van Jan Wernerrel, nem kezd egy gyorsan a végén, azonban ő a legerősebb, igazgató nyeri a futamot, mögött Aurora Borealis a második, Teddy Bear a harmadik, Messi negyedik, Oxford Tespian a sor végén, Scatman. És start elindul a 2021-es Kozma Ferenc emlékverseny nemzeti galopliga 5. futama. Az indítás követően Crushing Power, illetve Bátori kettőse tűnnek fel a frontban. Mögöttük Vénhopolyt, Szokos Scandinavian Lady, illetve azért előrébb hozzájuk képes legalábbis Mr. Right, úgyhogy a favoritok látszanak már most a frontban, amikor túl van az első 300 méteren a mezőny, és mint hogy a Crushing Powernek lenne egy-két osz előnye a többiekkel szemben. Mr. Right, Vénhop és Bátori, a második, harmadik és a negyedik, Bátori mellett zöld kapkában Scandinavian Lady, az korlát a barrier mellett pedig Marlon egyelőre nagyon-nagyon jól tartja magát, akkor, amikor még a fél távhoz fog csak érni a mezőn, Crushing Power pedig minimális előnyel az élen, most talán Marlon az, aki másodiknak látszik mellette. V-hopot kiveszi Georgiev és elindítja a támadását, ezzel egyidőleg Mr. Wright, illetve Bátor is megy visszafelé, ez mindenképpen meglepetés, a két szélső beső ló közül valaki ott lesz a dobón, az biztos. Crushing Power védekezik, V-hop azonban most már előtte van a távoztopon belül a mezőny. V-hop, Crushing Power, Marlon pedig óriási versenyt futva, még akár a második helyre is feljöhet. V-Hopot nem nagyon fogják most már utolérni. V-Hop Stanislav Georgievvel megnyeri a Kozma Ferenc emlékversenyt. V-Hop az első, mögöttük óriási célfotó, mert Crushing Power hatalmasat védekezett, szinte fejfejtőt Marlonnal. És start elindult az 5. futam. Ez a dáma verseny handicap szinte teljesen egy vonalban, mind a hatan az első 200 méter után Bosszanó, egy picit talán előrébb, mint a többiek, kívül azonban rohamos, daktilus rohamos, Surprise of Devil, hát egyelőre tényleg egymás hegyén hátán centrumot veszi vissza, lovasa a sor végére, de hát ez is maximum egy 3-4 hoz hátrányt jelent. Amikor elér a kismezőny a kanyarhoz, akkor a falon már Bosszanó vagy színei látszanak, mellette kívülről Surprise of Devil nagyjából a harmadik spúrnak felel meg, ahol támad a fogadó kedvence, daktilus is ott van, de egy kicsit már azért lovagolni kell. Centrum viszont a barrier mellett fel próbál jönni Forgivennel, és ugyanez a helyzet. Apostol viszont megy egy kicsit vissza, hogy a Forgiven van igazából belül, Centrum pedig egy kicsit azért kívülebb. Surprise of Devil lassas kerültük, hogy megkerülte Bosszanovát, és elsőként fordul most már az egyenesre. A falon próbálna eljönni Forgiven, de nem nagyon lesz, vagy nem biztos, hogy lesz ott útja. Surprise of Devil viszont közben folyamatosan tudja növelni az előnyét. Surprise of Devil 2-3-4 hosszal most már a frontban, Bosszanova mögött Forgiven most kiveszik a falról, ismét el fog indulni, talán feljön a második helyre, Centrum is nagyon-nagyon közel, Surpass of Devil azonban realizálja az esélyét nagy polettel, és meggyeri a dáma verseny handicappel, Surprise of Devil mögött Forgiven a végén jön, és ő lesz a második, Bosszanova a harmadik, Centrum, Apostol, Daktilus mögöttük a sorrend. És start elindult a 2021-es Magyar Kancadíj, az intás követően Róza Sám és Envius kettőse, ők azok, akik feltűnnek a frontban, mögöttük az osztrák tréningből futó Wiebke, illetve most már előtte van Diodora STS, a harmadik, negyedik helyen osztoznak, majd jön Rébék Juvenile, 70's már ezúttal is várásra fogják lovagolni, vélhetően Light Blue Sky és Miss Mystery egyelőre a sor végén, akkor, amikor kereken egy kör van még hátra a futamból, és Envius az, aki elmegy vezetni. Méghozzá igencsak jó tempóban, hiszen meghúzza a mezőnyt, gyakorlatilag nagyon-nagyon nagy relatíve a távolság az első és az utolsó között vezet, tehát Infuse mögötte pedig ott láthatjuk Róza Sámot, majd pedig tréning társa és istáló társa követi őket, Diadora Estés, ott a külső spúron próbál Wiebke
előrébb galoppozni, Rébék is a külső utat választja bent a falon, Juvenile színei tűnnek föl, és a tempó most már azért egy kicsit közepesebbre váltott, Infuse jó voltából, de hát így is van egy jó másfél hosszas előnye Rosa Sammal szemben, aztán Diadora STS, majd pedig Vipke, Juvenile, Rébék, ez a sorrendünk, 70 Smile a hátsóbb régiókban látszik jelen pillanatban, Light Blue Sky-jal egyetemben. Akkor, amikor a túlsó oldalon vagyunk, annak is a közepén tudja tartani előnyét a vezető ló, Alberto Sanna, tehát egy picit megfogta az iramot, mögötte jön a két STS-es ló, majd pedig Vipke, és azért tömörödik a mezőny, tehát mindez azt jelenti, hogy azért amennyire meghúzta az iramot Infuse, most azért visszafogottabbá tette mindezt, érkeznek az utolsó kanyarba, és továbbra is Infuse vezet, azonban nagyon közel hozzá, gyakorlatilag az egész csapat. Ja, teljesen együtt galoppoznak, most már a sor végén lévő Miss Mister is úgy tűnik, hogy talán-talán csatlakozás kap, úgyhogy abszolút nyílt az idei magyar kancadi. Infuse még mindig vezet hozzá a lovakat, most már lassacskán az utolsó 5-600 méterre, hatalmas mögötte a tömörülés, kívülről Rosa Sam bent a falon, Diadora STS a favorit tovább is fogva, kívülről megérkezni látszik most már Light Blue Sky, hatalmas össze, Vipkét már lovagolni kell, Juvenal is dolgoznak, elindul Rébék, 70 Smile, még rettenetesen könnyedén, ott Light Blue Sky hátár, Envius egyelőre még mindig az élek támadja két istarotás, Diadora STS közöttük azonban erős, vagy közülük erősebbnek tűnik, Vipke is ott van, Light Blue Sky is megindulni látszik, 70 Smile lendülete viszont megtört, Envius védekezik, Diadora STS támad kívülről, Light Blue Sky, Rosa Sam, Vipke és 70 Smile, Diadora STS egyelőre vezet, Envius azonban visszatámad neki, de Diadora STS, Martin Laubével meggyeri a magyar kancadia, Diadora STS, Envius és Light Blue Sky lehet a befutási sorrend. Start, elindult a verseny, ez a Mineral Handicap harmadosztályú 1600 méteres összecsapás. Szenzor az, aki nagyon jól ugrik ki a boxból, és elmegy 2-3 osszal vezetni, aztán érkezik mögé most már Brillantina, bent a falon Sheriff, aztán Moránkó Barelier a favorit, Avignon társaságában a negyedik és az ötödik. A sor végére Pacsirta esik vissza, hiszen Rubikon azért megelőzi, ez a Rubikon, aki azért nagyon jól áll ebben a handicapben, és megkezdi a mezőny végéről a zárkózást. A lovak lassacskán elhagyják az üggető átjárót, Szenzor előnye azért olvadóban van, Brillantina ott van egészen közel hozzá. Önmaga az képes, Sheriff sokkal gyorsabban kezd, új lovasával tartja magát ott a falon a harmadik, negyedik hely környékén, mellette még egyelőre egészen jó jön a favorit Moránkó Balerier, mellette a harmadik spurban Avignon, egészen kívül szinte a pálya közepén Rubikon, Pacsirta hátránya pedig most már azért egyre inkább látszik ledolgozhatatlannak. A kanyar közepén nincs változás, Szenzor őrzi ezt a jó másfél-két osztas előnyét az üldözőkkel szemben. Sheriff visszajön a második helyre, a Brillantina egyelőre a harmadik, Moránkó Balerier nagyon-nagyon erősen lovagolja Sanna, hogy ott tudja tartani a frontban, Avignon is folyamatosan megy vissza, Rubikon lendülete is egy kicsit, mint hogyha megtört volna. Szenzor, Sheriff, illetve Moránkó Barelér és Brillantina azért igencsak fáradt a mozognak ott jó néhányan. Szenzor közülük a legfrissebb, és hát ráadásul ő az, aki vezet. Sheriff folyamatosan támadja, de nem nagyon tudja olvasztani a hátrányát vele szemben. Óriási csata lehet majd a bronzért. Brillantina, Moránkó Barelér, Avignon és Rubikon között az első két hely, az nagyjából eldől az utolsó 50 méterre. Szenzor végigvezetve nagyon-nagyon magabiztosan győz. Sheriff jól fut Kolumbán őrsel, ő lesz a második. Avignon a harmadik, és csak mögötte érkezik Rubikon, Brillantina és a csalódást okozó Moránkó Barelier. És start, elindult az idei a 2021-es kisbérdíj, tehát nemzeti galoppliga futamról van szó, a táv 2000 méter, és a cseh vendég Dárkóva megy el vezetni, illetve mellett azért ott látom War Master színeit is. Sájbolya kimondottan erősen kezdett Nagy Tamás, és jó pozíciót, harmadik helyet fogott meg magának a startot követően. A szélső eső Hudson Horney jelenleg a negyedik, aztán jönnek a többiek kívül, úgy látom talán Guzbam zárkózik fel bent a falon, Silver Peppel, Archimedes tulajdonképpen ők alkotják a front, és hát a jó tempóról pedig Dárkóva gondoskodik, mert nem nagyon lassít, 6-8 hossz most már lassan az előnye, és ez az előny folyamatosan nő, hogy a túloldal közepe felé halad az idei kisbérdíj mezőny, ez lassan 10 hosszas form most már Dárkóvának, mögötte Warmaster, illetve Sájboly a második és a harmadik, aztán Guzba, mögött ott van Charlie Firpo, Hudson Horney, Archimedes, zárkózóban Blashbird, Silver Pepper, illetve Bank, ez a lovak sorrendje, a sor végén Rebels Angel jelenleg, illetve Calabrese, akinek a hajrája szokott általában erő.
erős lenni. Amikor az egyenes végét éri el a mezőny, akkor azért Darkova előnye hirtelennyiben szinte teljesen elfogy, megérkezik mögé a komplett mezőny, óriási egyerőre a tömörülés a falon, Warmaster is megy vissza. Shyboy nagyon könnyen galoppozik, Shyboy mögött ott van Blashbird, és ott van Charlie Firpo, a négy favorit közül, tehát hárman is a frontban, és hogy nézem, Calabrese is megkezdi most már a mezőny végéről szépen a zárkózást, Silver Pepper is kijött a falról. Darkova mellett ott van Shyboy az utolsó 500 méter kezdetén, Blashbird, Charlie Firpo jól jön, Bank is egyelőre jól jön, Archimedes, Calabrese, Silver Pepper mögöttük a sorrend. A finisse fordulva Darkovának minimális erőnye talán még van, de inkább most már csak volt Shyboy a szemben. A derbi győztes átveszi az utolsó 300-hoz érve a vezetés. Shyboy az élen van, és nem nagyon látszik egyelőre ellenfél, ha csak nem kívülről Calabrese, aki óriási léptekkel elindul. Shyboy vagy Calabrese között jöhet el a verseny. Bank óriásit fut Archimeddel, zárkóznak, Guzman is ott van. Shyboy vagy Calabrese, Calabrese jön, Shyboy azonban még előtte van. Shyboy a derbi győztes, megnyeri a kisbérdíjat. Shyboy, Calabrese és Bank a befutási sorrend az idei kiemelt versenyben.